Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 16-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható a négyes szám. És az arra utal, mennyire fontos számára az anyagi biztonság, egy biztos munkahely, de az érzelmek területén is számára fontos a biztonság érzete. Ezen a képen látható egy hölgy, és fogva tartja ezt a négy érmét. Nem tudja elengedni. Az lehet az ő tartása, vagy a hozzáállása, de az is előfordulhat, hogy van egy hölgy a háttérben, és megpróbálja az anyagiakat megtartani. Nem tudja elengedni. És emiatt nem tud ő most ebből a párkapcsolatból kilépni, mert ez a nő fogva tartja őt. Ezek persze lehetnek emlékek is, hogy a múltban ez a hölgy megpróbálta őt megfogni az anyagiak miatt, vagy követelőzik és pénzt akar tőle. De a képeknek szimbolikus jelentése is van, lehet az ő tartása, hogy ő valamit meg akar fogni a múltból, mert úgy érzi, ez biztos, ez a kezében van. Amire nem figyel oda, ez a kincses láda. Kinyithatná ezt a kincses ládát, sőt, ott van a kulcs a hölgynek az ölében, tehát ki tudná nyitni a kincses ládát, és az sokkal több, mint ez a négy érem. És ez arra utal, hogy a lehetőségekkel kellene élni, és nem azt megfogni a múltból, amit inkább el kellene engedni. Itt nem csak anyagiakról van szó, hanem belső értékekről is. Mi vagy ki értékes számára. És ezen töpreng el. Most megtekintjük az ő érzelmi világát. Ez a kép a szerelemre és mély érzelmekre utal. Ez, ami összeköt benneteket. Akkor is, ha ő ezt nem mondja ki, és nem mutatja ki az érzelmeit, biztos lehetsz abban, hogy ő szeret téged. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ez a kehely utal az érzelmekre. Itt rólad van szó, ez a te forrásod, ez a te intuíciód, ezek a te érzelmeid. Itt egy lelki kapcsolatról van szó, és ő szeretné, ha te bíznál ebben a szerelemben, ezekben a mély érzelmekben. És most megtekintjük a napi kártyát. A hold szintén mély érzelmekre utal, a vágyakra, a reményekre, az álmokra. De a hold visszahúzódó. Lehet, hogy te vársz arra, hogy ő jelentkezzen, és kimutassa az érzelmeit, és ő is várakozik, hogy te jelentkezz nála, és te mutasd ki az érzelmeidet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Ezen a héten van egy kedvezményes jóslásom fele áron.
A jóslást úgy hívom, hogy rejtett kincsek. Erről készítettem egy videót, ahol ezt a jóslást, egy általános jóslást mutatom. Itt ennél a jóslásnál titkokról van szó, és betekintünk az asztrológiánál a 12-es életházba, ahol szintén titkokról van szó. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!